Polgármestert vált Toronto. Novemberben ugyanis véget ér a drog- és italfüggőségéről, illetve sértő megszólalásairól elhíresült Rob Ford ciklusa. A botrányhős politikus daganatos betegsége miatt nem indult a választásokon, de azt ígérte 2018-ban újra pályázik a város élére. Bálakisztál összeállítása. A kokainozó, nyilvánosan italozó, folyton gúnyolódó, szóval a botrányos polgármester. Így vonul be Toronto és a világ történelmébe Rob Ford, aki 4 év után leköszön Kanada legnagyobb városának éléről. Híre tavaly májusban járta be a világot, miután felkerült a netre az az amatőr videó felvétel, amelyen kokain szippant. De címlapok szóltak ittas vezetéséről, és nyilvános fenyegetőzéseiről is beszámoltak a híradások. A városi tanács számos jogosítványától megfosztotta, de leváltani nem tudták. A 2 hónapos elvonókúra után enyhe megbánást tanúsított. Rob Ford végül most sem teljesen önszántából vonult vissza. Csak azért nem indult újra a hétfői önkormányzati választáson a polgármesteri címért, mert különösen agresszív daganatos betegséget diagnosztizáltak nála. Egy képviselői helyet még így is megcélzott, meg is szavazták neki hívei. Barátaim, egyet tudjatok a Ford családról, mi soha nem adjuk fel. És én garantálom, hogy 4 éven belül újabb példát látok majd rá, hogy a Fordok soha, de soha nem adják fel. Vagyis továbbra sem törődve a rázuduló viccekkel és kritikákkal, kilátásba helyezte, hogy 4 év múlva újra pályázik a város vezetői székre. Habár testvére Doug Ford beugrott helyére polgármester jelöltként, szoros versenyben alul maradt, így decembertől John Tory lesz Toronto első embere. Bálnaki Stella, Hír 24.